jelenlegi témánk most az, hogy a média milyen hatással volt erre az egész szituációra. Mint látjuk az első ábrából is, hogy kaptunk egy KO-t, technikai KO-t, amiben nyakig benne volt a média. Hát úgy gondoltuk a világot korábban, vagyis akik általában naivabban gondolkodnak, mint én is, 2020-ben úgy gondoltuk, hogy itt a média, amelyik egy független segítőkész közeg, aminek az a feladata, hogy az információkban ellásson bennünket, hogy tájékozottak legyünk, tudjuk, hogy hol álljunk a világon. Már voltak bölcsebbek is, akiknek semmilyen olyan jellegű fantazmagóriájuk nem volt, hogy ez a médiumok összessége, tehát a média, az tulajdonképpen független és objektív. De úgy gondoltuk, vagy úgy gondolták ők is, hogy legalább több pólusú, tehát nagyobb polaritása van, több szempontból közvetíti a világot, amiből ki tudjuk válogatni azt, hogy valójában mi hogy fogjuk ebből látni a világot, és hogy mi az, amit magunkévá teszünk. De jött a koronavírus, és felütte ezt az összes szabályt. Mi volt korábban ez a polaritás, például az utolsó téma? Tehát, hogy láttunk 2020-at megelőzően, tulajdonképpen a médiát két fő téma uralta, az egyik a konzervatív irányból a migráció kérdése, valamint liberális vagy baloldali, vagy inkább zöld irányból pedig a környezetvédelem témája. Hát volt két pólus, amit toltak ezerrel, ugye ezt láttuk reggeltől estig a rádióban, tévében, interneten, mindenhol ez volt a probléma, mindenki valamilyen módon kommunikálta. És aztán egyszer csak történt valami, és ezt a polaritást megszüntette a koronavírus. Hát onnantól kezdve, ez 2020 januárjában volt, semmi másról nem hallottunk, csak a koronavírusról. Koronavírusról jelzgettek minket reggeltől, estig, minden ez folyt az interneten keresztül, mindenféle információs közegben. Hát tulajdonképpen a média egy érdekes módon alakult, tehát hogy láttuk régebben a világot mi? Úgy, ahogy mi megtapasztaltuk, illetve az a közeg, ahol éltek az emberek, ők, ahogy leírták, úgy volt egy információ mennyisége, és abból élték az életüket. Ahogy az öregek átadták a tapasztalatokat, a fiatalok pedig megtapasztalták, hogy milyen a világ. Amikor jött a koronavírus, ez teljesen megszűnt. Tulajdonképpen a könnyomtatás kezdetétől kezdve egészen a nyomtatott sajtó megjelenéséig, ez így zajlott. Onnantól kezdve teljesen más lett, ez már csak felturkozta az elektronikus sajtó, illetve jelen pillanatban az internet hatékonysága és hatása az életünkre. Tehát bejött az internet, és mindenki nagyon tájékozott lett azokból a forrásokból, amit a szánkba tolták. Tehát itt találkoztunk egy olyan gépezettel, egy olyan ellenőrizhetetlen gépezet részével, ami a média, ami letolja a torkunkon azt, ami éppen aktuális. Tehát nézzük, hogy milyen hatalma van a médiának. Van egy tematizációs hatalma, ami azt jelenti, közli velünk, hogy mi a hír, miről kell beszélni. Jelen pillanatban ez koronavírus volt, és a koronavírussal kapcsolatos járvány. Ez lett a fő téma, minden lesöpörve az asztalról, erről kell gondolkodni. A másik nagy hatalma a médiának, ez pedig az értelmező hatalom, az értelmezés, amely megmondja, hogy az előző témáról tulajdonképpen mit kell tudjuk. Azt, hogy ez egy gyilkos vírus, és ez tönkreteti az életünket, elveheti az életünket, minden tönkretesz, ez rengeteg halottal fog járni, egy óriási világjárvány lesz. Ezt hallottuk folyamatosan a médiából. Tehát tulajdonképpen az értelmező, tehát a tematizációs és az értelmező hatalom, ez a két hatalom, meghatározza nekünk azt, hogy miről és mit kell gondolkodni annak, mit kell gondoljon az, akinek kedves az élete. És tulajdonképpen egy olyan megosztás hozott a társadalomba, amit korábban nem tudtunk elképzelni. Tehát aki nem azt gondolja, amit a média közvetít, az kirekeszti magát ebből a világból, mert valljuk meg, hogy ez a világ ebben a formában a média által létezik. Na nézzük meg, hogy mi történik valójában, bár mindenki tudja. Először elkezdtek bennünket ijeszgetni különböző grafikonokkal, különböző meredeket grafikonokkal, bár Sir Winston Churchill azt mondta, hogy ő abban a statisztikában hisz, amit ő maga hamisít, meg láttuk azt, amit mások voltak elénk. Különböző grafikonok, megint meredekedben, halálozás, fertőzöttség, teszt pozitív esetek, stb. De nézzük meg a magyar adatokat, az aktuálisat, egy viszonyítási szemszögből.
Tehát itt például egy 10.000-es viszonyítási világultságban megnézzük, hogy mi történt Magyarországon. Egész szépek az emberek, az karaktér, fertőző, gyógyult, elhúgy. Mi történik akkor, amikor ezt megnézzük a lakosság szám tekintetében? Kisemelkedik a nulláról, igaz? Hát egy 9,7 milliós lakossághoz viszonyítunk, akkor adataink sincsenek. Mindenki gondolja el. Következő, amivel érzgette bennünket, a médiában, az interneten keresztül és mindenhol, ezek a számok voltak. Látjuk olyan számokat, hogy hanyag testünk. De nézzük meg mi is ezeket a számokat. Mondjuk három kifejezetten a járvány szempontjából sűrűsebb érintett ország, Olaszország, Spanyolország, Egyesült Államok. Megnézzük az eseteket, halál, illetve a populációt és a népességet az adott országban, és kihozunk egy olyan számot, ami százalékosan mondja meg nekünk, hogy 100 emberből körülbelül hány hűnt el ebben a koronavírus járványban. A legkomolyabb országokban, ahol a legkomolyabb mutatók voltak, 0,6%-nál tartanak. Annak idején áprilisban Hendrik Schreck professzor, bomba, csinált egy Heinsberg vizsgálatot, ahol egy komplet populációt letesztelt. És ezek alapján határozta meg azokat a számokat, amik a járványra kifejezetten jellemzőek. Így ugyanezt a statisztikát hozta ki, tehát a 0,6%-ot. Nézzük azért a többi ország után is. Irán, ahol hallottunk olyan híreket, hogy már a műholdakról, meg az űrből lehet látni, hogy mekkora tömegsírókat ásnak, annyira hal. De ez volt leírva. Ott körülbelül, hát alig több mint 0,2%. 0,25%. Akkor menjünk tovább, Németország. Ugye a németek azok nagyon jól kezelik a járványt, bár ahogy nézem az intézkedésekhoz nagyon túl vannak lőve a célon. Ehhez képest a halálozási százalék az 1%, ami megegyezik a világ értékeivel. És akkor nézzük meg a győztest, ahonnan tulajdonképpen a járvány indult, ahonnan a legelső információk alapján hetekig ijeszgettek bennünket. Körbezártak egy 12 milliós nagyváros, meg kell fogni, mert innentől kezdve mindennek a vége. Itt jön Kína, aki 3,15%-kal nyert ezt a bulit. Tehát kezeljük a helyén a számokat. Hogyha a nyers letarítási, mortalitási adatokat nézzük, és nem 100 főre, hanem 1000-re számoljuk az adatokat, akkor egyelőre ragyog a 10-es lesz, de akkor is látjuk, hogy mire van szó, akkor 1000 emberre vonatkozik az adat. Tehát a számok ezt mutatták. Mi volt még, amik jöttek, amivel mindenki találkozott, először elhitte, aztán gondolkodott, és utána látott olyan posztokat, hogy ez mégse így van. Tehát itt van. Ennyi a hallott, hogy már itt érdeket raktárokban, fősorolni koporsókban, mert Belgában ezt történt. Hát ezt tudjuk, hogy nem igaz? Mert mi volt itt? Ez a Lampedusa szigete mellett történt migráns hajóval esetnek az áldozatai. 2013-ban. Majdnem ugyanaz, igaz? Ugyanúgy a televízió is volt, a Sky News ugyanazt a képet közölte egy olasz bergámói kórházról, mint amit utána a CBS News, a New Yorkban lévő kórházról. Teljesen totál az a kép, tehát még azt is, hogy fekete-fehérbe tolom, vagy megtükrözöm, vagy valami, hogy ne legyen egyforma. És amiket mi láttunk, most nem akarom végigsorolni, mert eltöltenénk egy egész estét. Ez pedig az, hogy például Ecuadorban annyi a halott, hogy nincsen koporsó, különböző kartondobozokba tepetik a halottakat. Itt vannak a kartondobozok, ott már a halottakat viszik, mert maszk van rajta, meg minden. És nézzük, a kartondobozt úgy fogják, ahol nincsen semmi. Voltam biztos. De ilyen millió számba jött, és az emberek elhitték, mert nem hitték volna el. Mert hitték, hitték akar, van független mélyó. A legutóbb vissza összenem az mi volt? A Berlin tüntetés. Mit hallottunk róla? Néhány ezer ember volt. Tehát ilyen durva is volt. Ahogy látjuk, pont néhány ezer ember van. Illetve itt van egy videó. Ez a videó közel másfél óra hosszán keresztül vette az itt elhőkölgő tömeget. Tehát ha tudunk matekolni, számolni, szorozni, hogy mit tudom én, 3 km/h sétáltak az emberek, egy sorba menjük, hogy föl lehet szorozni, ez pontosan néhány ezer. Mi volt még utána? Jöttek a szlogenek a képekkel. New York elesett, és az ott élők ezt állítják. Tömegsírok vannak New Yorkban, tömegsírok vannak Iránban,
arról nem is beszélve, hogy a sportolókat tönkre teszi a koronavírus. Akkor a marhaságot hallottunk, hogy mondták, hogy akkor a hülyeséget vannak, hogy elhiszik. Utána milyen korlátozások vannak, amit az emberek elfogadnak, hogy a padon nem lehet tudni csak x ideig, és ez mind oké. Okay. És a végén még megint hallottuk azt, hogy Kínában már jön a következő hullám. Ez az, amit mindig mondtuk, hogy ki és mire alapozza a következő hullámot. Mert ahogy előttem szólók elmondták, semmire tulajdonképpen. Tehát itt, amikor a számokat is láttuk, nekem nem tisztem azt most elemezni, mert előttem Boros professzor is elmondta, hogy ezekből mennyi a valódi koronavírus áldozat, és mennyi az, amely különböző krónikus megbetegedések következtében múlik el, esetleg koronavírussal, vagy valamilyen teszt által kimutatott pozitivitással a testében. Tehát idáig jutottunk ebben, a média nagyon nyakítani volt abban a buliban, hogy mi ezt elhiggyük, vagy akik elhitték, elhiggyék, és hogy egy óriási nagy őrület kerüljön ki, és emellett még egy érdekes dolog, hogy a Google-nak 6,5 millió dollár költött arra, hogy ne legyenek fake news-ok. Tehát ne legyen hamis hír, ugye? Jól sikerült nekik, igaz? Elkölted ezt a pénzt. Esetleg minket tiltanak le, vagy a mi videóinkat tolják le, mert az nem hiteles. Tehát nem csoda, hogy fogjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy hogy kerültünk mi ebben a slamasztikában. Mert itt láttuk azt, hogy a média mire képes, hogy teszi tönkre az életünket, bolyongolja le az eddig normálisnak gondolt életünket, mert én mindig azt mondom, hogy az életünk úgy normális, hogy gondoltuk, amit elrontottuk, amit jól csináltunk, jól, de legalább mi döntöttünk. Most nem mi döntöttünk. Nem mi kértük azt, hogy zárjanak be, ez a bezárás is egy nagyon érdekes dolog, hogy mióta raknak karantén már egészséges embereket. Tehát mindig karantén az volt, hogy fertőzöttek egy hajón, nyitott kapott, őket bezárjuk, megnézzük, hogy mi van, segítjük az ő gyógyulásokat, de az egészségeseket nem zárjuk otthon. Ez is egy külön témát megérne, hogy a pszichés leszörés hatására az immunrendszer hogy működése vagy jobb. Arról nem is beszél, hogy bezárjuk az embereket hosszú időre, és nem találkoznak különböző más mikroorganizmusokkal, csak amiket ismernek. Hogy akkor milyen lesz az aktivitás az immunrendszerünknek, mitől fog megvédeni. Tehát tulajdonképpen ezt kaptuk a médiától, hogy higgyük el, amit mond, de azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik ezt nem vettük be kanyar nélkül. És mit lehet tenni? Tulajdonképpen azt lehet tenni, amit mi most csinálunk ezzel a konferenciával. Próbálunk ismeretet terjeszteni, próbáljuk azokat az információkat közvetítsé tenni, amik a járványjal kapcsolatosan eddig nem hangzottak el. Tehát az uralkodó narratívával szemben próbálunk megfogalmazni különböző állításokat. Mindig partnerként gondoltuk azokra, akik másképp gondolkodnak, ők nem így gondolnak ránk, tehát nem jönnek el, nem adnak fórum lehetőséget arra, hogy megbeszéljük, ezért csináltuk ezt a konferenciát, hogy legalább nyilvánosságra hozzuk azokat az információkat, amik kellenek ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk. Köszönöm szépen a figyelmet!